Nos, jó napot kívánok mindenkinek! Akkor most megnéznénk a színusz és koszinusz szögfüggvények jellemzését. Először is kezdjük azzal, hogy az F valós számokat a valós számokba képző Fx egyenlő színusz x függvényről fogunk először beszélni. Valós számokat képzünk valós számokba, ezért amikor ezt a függvényt ábrázoljuk, egy olyan koordinátrendszer fogunk csinálni, aminek az x tengelyén radiánban van a beosztás. Ezt a négyzetrácsos füzetben úgy célszerű kezelni, hogy három négyzetrácsot választunk pi per 2 egységnek. Az y tengelyen pedig mondjuk 4 négyzetrácsot egy egységnek. Kezdjük akkor azzal, hogy ugye mivel ez egy alapfüggvény lesz, ezért értékarással fogjuk ábrázolni. Ugye nullának a színusza nulla. Pi per 2-nek, azaz 90 foknak a színusza 1. Pi-nél a színusz, azaz 180 foknál megint csak 0. 3 pi per 2-nél mínusz 1. 2 pi-nél, azaz 360 foknál megint csak 0. És mínusz pi per 2-nél megint csak mínusz 1. Ezeket a pontokat összekötjük, akkor a színusz függvényre valami ilyesmi aródik. Hát nem lett életem vonala, megpróbálom még egyszer. Egy valami ilyesmi függvényt fogunk kapni. Hát ez se sokkal jobb, főleg itt ez a rész egy kicsit egyenletesebben csökken. Na de kb. Ez a színusz függvény. Nagyon fontos, hogy a színusz függvény ezen az oldalon, és ezen az oldalon is tovább folytatódik, gyakorlatilag végtelen sok ilyen hullám van egymás után. Nézzük a jellemzést. Először is az értelmezési tartománya, ugye a valós számok halmaza. Az érték készlete, az a mínusz egy. Valamit nem elrontottam. Okay. Tehát az érték készlete a mínusz egy, egy zárt intervallum. Zérus helye, ahogy az x tengelyt metszi, az x egyenlő, ugye ezt úgy szoktuk, hogy mivel ez egy periodikus függvény, tehát végtelen sokszor ismétlődik, keresünk egy zérus helyet, mondjuk ezt zérus hely. Pi plusz, és megnézzük, hogy mindig egy egész pi-vel kell arrébb mennünk, hogy újabb zérus helyet kapjunk, azaz pi plusz k szor pi, k eleme z, mert nem akármennyivel mehetünk arrébb, mindig csak pi-nek egész többszörösével, azaz egy pi-vel, két pi-vel és így tovább. Ez a függvény páratlan. Periódikus, mégpedig a periódus hossza 2π, ezt legegyszerűbben mondjuk ebből a két minimumból lehet megállapítani, hiszen ennek a két minimumnak a mínusz pi per 2 és a 3π per 2 közötti távolság az pont 2π. Szélső értékének típusa van neki maximuma is, és minimuma is, helye és értéke. A maximumának a helye, ez ugye itt látszik, itt van a maximum, azaz x egyenlő pi per 2 plusz k szor 2π. A minimum, az pedig itt található, ez itt x egyenlő 3π per 2 plusz k szor 2π.
A maximumnak az értéke 1, a minimumnak pedig mínusz 1, és nem felejtjük el ide írni, hogy k eleme z. Menete. Ugye menetet úgy nézzük, hogy ettől a ponttól eddig a pontig növekszik. Ezt úgy írjuk le, hogy mínusz pi per 2 plusz k-szor 2pi, és pi per 2 plusz k-szor 2pi zárt intervallumon szigorúan monoton növekve. Illetve ezen az intervallumon, azaz pi per 2-től 3 pi per 2-ig a függvény szigorúan monoton csökken, azaz pi per 2 plusz k-szor 2pi és 3 pi per 2 plusz k-szor 2pi zárt intervallumon szigorúan monoton csökken, és k eleme z, ide is leírjuk. Korlátossága. Ugye korlátos. Nagy k, azaz a felső korlát, az ugye itt lesz neki, itt. Azaz nagy k egyenlő 1. Kis k, azaz az alsó korlát hasonlóan mínusz 1-nél van. Ez a függvény nem invertálható, hiszen rengeteg olyan érték van, amit nem egy helyen vesz fel, ilyenek például a szélső értékek, zérus helyek. És ezzel a színusz függvényt ábrázoltuk és jellemeztük.